Az Óbudai Egyetem rektora adta át a megbízó levelet annak a 7 kutatónak, aki elnyerte a kiválósági professzor címet, és mostantól az intézmény munkájába bekapcsolódva folytathatja tudományos munkáját. Egyikük Andrea De Gaetano professzor, aki többek között a daganatos betegségek kialakulásával és terjedésük okaival is foglalkozik. Az orvosbiológiai problémák megoldásához matematikai és statisztikai módszereket használ. A jelenlegi kutatásaimat szeretném folytatni, és szeretném kiterjeszteni olyan területekre, amelyek az Óbudai Egyetem és Magyarország számára fontosak. Biomatematikával foglalkozom. Ennek a tudományágnak a segítségével oldok meg orvosi, fiziológiai problémákat. Ilyen például a rák növekedése, a diabétesz kialakulása, a különböző mérgezések, vagy éppen olyan új járványok, mint a COVID. Nagyon örülök, hogy az Óbudai Egyetem kutatóinak és tudósainak munkáját is segítem a jövőben. A pályázatot először hirdette meg idén az Óbudai Egyetem. A programba kiválósági professzor, megalapozó kutató és fiatal kiválósági kutató kategóriában lehetett jelentkezni. Az elismert tudósok által kiválasztott szakemberek a következő 4 évben az Egyetemi Kutató és Innovációs Központban dolgoznak majd. A nemzetközi szinten is jegyzett kutatók hozzájárulnak az intézmény oktatási, tudományos és kutatási tevékenységének erősítéséhez és az egyetem nemzetközi elismertségének növeléséhez, hangsúlyozta Kovács Levente rektor. Nyitva tartottuk a lehetőséget bármilyen műszaki tudomány irányába, de végül is a 3 nyertes kutató nem véletlenül éppen azokban excellálnak, amik ma a húzótrendek a nagyvilágban. Ezek elsősorban a mesterséges intelligencia, az orvosi kutatások, illetve a robotikai kutatások, és valahol ezeknek az analitikai, tehát az adatintegrációs olvasatához kötődnek. Az ausztrál vagy éppen olasz szakemberek mellett több magyar tudós is lehetőséget kap, hogy elmélyítse kutatásait. A programra 900 millió forintot biztosít az intézmény. A modellváltásnak köszönhetően az Óbudai Egyetem is jóval magasabb összegből gazdálkodhat. Ilyen kiválósági pályázatokat nem minden egyetem tud indítani ma a világszerte, hisz egyébként ezeket a nagyon nagy nevű kutatókat valahol azért mégis az anyagi szempontok motiválják, tehát valóban egy nagyon komoly anyagi tőkére van szükség, hogy egyébként egyáltalán ide lehessen őket vonzani. Ez például egy fontos szempont, amire a modellváltásra lehetőséget biztosít. De természetesen nem a pénz minden. A pénz egy nagyon fontos eszköz egyébként, hogy egyetem el tudjon fejlődni, de emellett egyébként bejön az a szempont is, hogy természetesen maga a munka világából, illetve a szervezeti kultúra felépítése szempontjából egy egészen más és sokkal rugalmasabb szervezeti struktúrában alakítottuk át az egyetemnek a lehetőségeit. A kiválósági pályázaton nyertes kutatók az egyetem szakmai rendezvényén mutathatták be kutatási terveiket.